Már hétfőn megszavazhatja a parlament az új köztársasági elnök kinevezését, derül ki a házelnök leveléből, ami a házbizottság ülése után került fel a parlament honlapjára. Az ellenzék közvetlen államfőválasztást szeretne, erre azonban gyakorlatilag esély sincs. Vendégünk Harangozó Tamás. Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok! Mi történt a bizottsági ülésen, hogy ez ilyen gyors lett ez a köztársasági elnök választás? Bizottsági ülésen semmi nem történt, de teljesen formális dolog, ott már gyakorlatilag csak írdetik a végeredményt, vagy az ítéletet. A Fidesz frakciülésen vagy Orbán Viktor szobájában történt mi? Kérdezhetnénk inkább azt hiszem az érdemi kérdést. Szerintem annyi történik, amit a miniszterelnök az évértékelőjében elmondott, hogy ez egy katasztrofális évkezdés, és ezt időszakot minél előbb le szeretnék zárni politikailag. Ez a szándék. Szerintem ettől nem fog lezárulni, és közben áldozatul esik ismét a köztársasági elnöki intézmény, mint olyan, amely a nemzet egységét lenne hivatott kifejezni egyrészt, másrészt meg valamilyen konszenzust kéne elvileg helyreállítani. Na most Súlyog Tamás személye mind a kettőre teljesen alkalmatlan. Schiffer András tegnap azt mondta, hogy Súlyog Tamás egy méltó jelölt. Mit gondol erről? Az, hogy ezekben a kérdésekben nem Schiffer András véleményére hagyatkoznék. Mondok egy-két objektív dolgot. Súlyog Tamás alkotmánybíróság elnökeként tavalyi választási kampányba konkrétan beavatkozott, visszaélve, ez az én magánvéleményem, vagy ezért nem magán, ez az én véleményem, konkrétan beavatkozott a Fidesz oldalán a választási eredményben. Ő volt az előadója annak az egészen elképesztő és vérlázító döntésnek. Úgy is tudnám fogalmazni, hogy kegyelmet adott Rogán Antalnak, még alkotmánybíróság elnökeként is, nem hogy köztársaság elnökként. Amikor a kúria kimondta, hogy nem lehet azt megcsinálni jogállamban, még a saját mostani alaptörvényünk és törvényeink szerint sem, hogy az embereket feliratkoztatjuk a vakcina miatt egy tájékoztató, kormányzati tájékoztató oldalra, majd fogjuk magunkat és a kampány közepén a politikai ellenfeleinket lejárató és mocskoló leveleket küldözgetünk az állampolgároknak, ha kérik, ha nem, mert ez nem arra jött létre, és ez így teljesen törvénytelen, és a választási eljárás tisztaságát sérti. Ezt még maga a kúria is kimondta, majd szaladt a most olyan rendkívüli módon felkészültnek és tökéletes előttnek tűnő Súlyog Tamás, és előadta, majd az Alkotmánybíróság meg is döntötte, hogy ez nem is így van, ez teljesen rendben van, hogyha a kormány a politikai ellenfeleit szapulja. Annak az ügynek ő volt az előadója? Az ismeretem szerint igen. De az ő elnöksége alatt az elmúlt éveket csak ad mondja, milyen témákba avatkozott be politikailag az Alkotmánybíróság septében gyorsan. Tanártüntetéssel kapcsolatos, nem is a tanártüntetések idején népszavazási kezdeményezés volt az oktatással kapcsolatban, elgázolta az Alkotmánybíróság. Akkumulátorgyár ügyben, azaz egészen nonsens témában, hogy ne lehessen akkumulátorgyárat, konkrétan egyébként környezetterhelő gyárakat létesíteni sehol, csak hogyha a helyben népszavazáson az emberek hozzájárulnak. Ezt képzelje, hogy ez azzal az indokkal hajította ki az Alkotmánybíróság. Többek között azt hiszem, hogy az elnök úr is benne volt, de teljesen mindegy, mert felel érte, hogy ezzel az önkormányzatok önrendelkezési jogát csorbítanánk az egészséges élethez való jogot, meg a környezetvédelméhez való jogot. Ezt lemerték írni. Ez mondjuk pont az ellenkezője annak, mint amit a népszavazás célozna. De most gondoljon bele. Tehát ugye nyilván az feltételezi, nem tudom. Tehát hogy ilyeneket azt persze most kierőszakolni a helyiek, hogy rontsák el az egészségüket. Hogy mérgezzék a gyerekeiket, logikus, meg őket. Tehát hogy egészen elképpen. Tehát nem lehet objektíve azt mondani, hogy amióta ő oda került, azóta ne szolgálná ki a Fidesz érdekeit. Méghozzá kőkeményen, és azért mondom a 22-est, mert az egy lélektani pillanat volt. Tehát ott a választás tétje, a választás tisztasága akár jogilag is veszélyben lehetett, odaszaladt és valami egészen nagy bődületes baromsággal azt mondta, hogy akkor ez így rendben van. Ki lett volna? Ráadásul ezzel, hogy mondjam, a későbbiek során is. Képviselő, ki lett volna? Menlevelet ad a kormánynak az ilyenek. Mi a közvetlennek választást szorgalmazunk, konkrétan 89. De hát hiába szorgalmazzák, kétharmada van a parlamentben a Fidesznek, ők megmondták, hogy de ezért hiába is jelölnénk Rónai úr. Tehát, hogy szerintem ez így. Az, amikor Martényi Lászlót vagy Róna Pétert jelölte az ellenzék, az teljesen hiába való gesztus volt? Én azt gondolom, hogy miután a második
pártkatona bukik meg, de ilyen se volt még. Hát a második köztársasági elnök bukik meg ciklus közepén, egyébként aztán élete végig viszi haza a pénzt, mert az egyébként az továbbra is rendben van. És most vagyunk a szemtanúja annak, amit mi előre sejtettünk. Hát nagyon milyen köztársasági elnök választás az, és milyen nemzetegysége az, amit csütörtökön valaki kiáll, egy Facebook posztra kiírja, vagy bemondja egy sajtótájékoztatón, és következő hétfőn megválasztják. Azt kezdje, hogy úgy lesz a parlament hétfőn, hogy először szavazunk, hogy elfogadjuk a lemondását Novák Katalinnak, és 3,5 perc múlva megválasztjuk az utódját a parlamentbe, ami nyilvánvalóan egyes jelöléssel a Fidesz jelöltje lesz. Ehelyett az ellenzék egyébként vasárnap várja a szimpatizánsait, támogatóit és mindenkit, aki szeretne egy normálisabb országban élni, és például támogatna egy közvetlen köztársasági elnök választást vasárnap délután 3-kor a Kossuth téren. Mi együtt azt mondjuk, hogy nem veszünk részt ebben az eljárásban, és alternatívát nem együtt. Az embereknek. Az LMP például azt mondta, hogy ők szavazni fognak. Nagyon fognak hiányozni ők mindannyian a Kossuth téren. Én értem, csak közben azt mondja, biztos jól fogják érezni magukat. Értem, csak közben benne az ülésteremben is. Az LMP, a Jobbik, a Mi Hazánk, ezek részt vesznek. Kedves egészségükre. Ketté szakadt az ellenzék? Dehogy szakadt ketté az ellenzék. 5 LMP-s képviselő, ha mindegyik bemegy az ülésterembe, akkor bent fog ülni. Na jó, de az egy párt. Ülésterembe. Az egy én párt. Értem. Tehát, hogy nem az 5 képviselő beszél, mert ha így nézzük, az MSZP is volt nagyobb. Én értem, akkor sem okoz mást. És az ő saját szuverén döntésük, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen eljárásban, egy ilyen totális színjátékban egyébként részt vesznek, vagy nem. Ugye Nagy Déred úrra bejelentették az együttről, meg az együttműködésről, hiszen mi például pont ezzel próbálunk változtatni az MSZP-vel, és többek között aláírást gyűjtünk az utcán, és az online, és az emberek között, hogy Nagy Déred úrra bejelentett az LMP, hogy kit jelöl, de nem tud jelölni senkit, Rónai úr, mert 5 képviselővel nem lehet köztársasági elnököt jelölni. Az összes ellenzéki frakció. 40-nel lehetne. Az összes ellenzéki frakció, vagy mondjuk egy-két kivétellel az ellenzéki frakciók többsége együtt tud még csak egy jelölést is letenni az asztalra, és egyébként szerintem a vasárnapi tüntetés szempontjából is fontos, hogy azok a pártok, amik egyébként szemlátomás az utóbbi időben viszonylag sokat vitatkoztak egymással, hogy finoman fejezzem ki magam itt DK Momentum ügyben például, azok most ebben az ügyben ott lesznek és egymás mellé állnak, mert ez az ügy fontos. Nem a köztársasági elnök jelölt választás a legfontosabb, hanem az, hogy a bizalmát szerezze vissza ez az intézmény, és még egyszer ilyen gyalázat, ami ebben a pedofil mentegető ügyben volt, ne fordulhasson elő Magyarországon. Hajrangozó Tamás, köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.